19. kerületben élők szociális biztonságának megóvása érdekében Kispest önkormányzata továbbra is számos támogatási formát biztosít az érintetteknek. Több olyan lehetőség is elérhető, amelyekkel enyhíteni lehet a veszélyhelyzet okozta hátrányokat. Valamennyi eddigi támogatási formát tudjuk biztosítani a rászorulóknak, ugyanúgy vizsgálnunk kell a rászorultságot és mindenféle dokumentumot be kell csatolni. Annyi különbsége, hogy a gyógyszertámogatásnál és ápolási támogatásnál a szakorvosi véleményeket most nem kérjük a veszélyhelyzet fennállásáig. Az újonnan igényelt gyógyszer és ápolási támogatásokhoz fontos azonban feltüntetni a házi orvos nevét és elérhetőségét, hogy a szükséges gyógyszerek listája, valamint az ápolásra jogosultság elektronikus úton ellenőrizhető legyen a házi orvos megkeresésével. Az irodavezető kiemelte még, hogy a veszélyhelyzetből adódóan az ellátottak köre is bővült. A minisztérium kiadott egy intézkedési tervet a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban, és a zöld számot ők is hívhatják a 70 év feletti idősekkel együtt, hogyha valamilyen ellátásra van szükségük, ami nem pénzbeli támogatás, hanem ebédbiztosítása, gondozásbiztosítása. A beérkező kérelmek mennyiségének tekintetében a szociális iroda munkatársai nem tapasztaltak jelentősebb változást az elmúlt hetekben, ugyanakkor továbbra is várják az érintettek jelentkezését. Az a tapasztalatunk, hogy körülbelül ugyanannyi kérelem érkezik, mintha nem lenne a járványos időszak, de ez várhatóan bővülni fog, mert információink szerint többen elveszítették a munkájukat. Gondolom, hogy a következő időszakban az ő számuk fog gyarapodni. Célszerű azonban szem előtt tartani, hogy a jelen helyzetben személyes ügyintézésre nincs lehetőség, ugyanakkor telefonon felvilágosítást nyújtanak az érdeklődőknek. Az ügyfélszolgálaton csak nyomtatvány kérhető, környezettanulmányokat határozatlan ideig nem végeznek. Kérelmeik és nyomtatványaik a szociálisiroda.kispest.hu/nyomtatványok oldalról is letölthetőek. A kérelmek benyújtása pedig úgy történik, hogy a bejárat mellett van egy nyomtatvány, amin föl vannak sorolva a kérelem típusai. Ezt, ha kitölti az illető a nevével, címével, telefonszámával együtt, bedobja egy dobozba, akkor eljuttatjuk hozzá a környezettanulmány készítő kollégákon keresztül a kérelmeket nagyon rövid úton, és utána igyekszünk gyorsan dönteni. Fontos, hogy a zöld számot kizárólag akkor hívják, ha idős vagy fogyatékkal élő ember szorul segítségre. Minden más esetben a szociális irodához forduljanak. Az említett támogatási lehetőségek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatban is változások léptek életbe. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatban a kormány intézkedett, és akinek ebben a veszélyhelyzetben jár le a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye, nem kell új kérelmet benyújtania, automatikusan meghosszabbodik. Mi magunk is kezdeményeztük a saját rendszeres ellátásainknál, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a most lejáró gyógyszertámogatás, lakhatási és ápolási támogatás hosszabbodjon meg hasonló módon, mint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ennek a folyamata még zajlik. Mindemellett rendkívüli települési támogatást kérhetnek azok a rászoruló kispestiek, akik a 19. kerületben bejelentett lakóhelyel vagy tartózkodási helyel rendelkeznek, és életvitelszerűen is Budapest főváros 19. kerületében élnek. Rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, aki a létfenntartását közvetlenül veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan és tartósan létfenntartási gondokkal küzd. A koronavírus okozta veszélyhelyzet létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, krízishelyzetnek tekinthető. Tekintettel a veszélyhelyzetre, személyes ügyintézésre ez esetben sincs mód. A lejáró rendszeres települési támogatások esetében ilyen a gyógyszertámogatás, a lakhatási támogatás vagy az ápolási támogatás hivatalból kiküldik a 2020. április 30-án lejáró rendszeres ellátások iránti kérelmeket az érintetteknek. Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki vagy a háztartásában élő más munkanélküli személy nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel. Ennek elkerülése érdekében kérik munkanélkülivé vált ügyfeleiket, hogy Budapest főváros kormányhivatala 18. kerületi hivatalának ügyfélszolgálatain telefonon kérjenek tájékoztatást. Időpontfoglalással és ügyintézéssel kapcsolatos információ
itt olvashatóak.